Mint arról már többször beszámoltunk, Magyarországon számos szabályozást vezettek be annak érdekében, hogy a koronavírus terjedését lelassítsák, megvédjék az emberek egészségét, valamint hogy amennyire csak lehet, mérsékeljék az elrendelt veszélyhelyzet gazdaságra gyakorolt negatív hatásait. A világ országaiban néhány részletben eltérhetnek ezek az intézkedések, ám általánosságban a cél mindenhol ugyanaz: csökkenteni a megbetegedések számát a megfelelő higiéniai szabályok betartásával és a szükséges távolságtartás. Fletan Beatrix Németországban él és dolgozik. Televíziónkhoz eljuttatott videóüzenetében kiemelte, ő az élelmiszeriparban helyezkedett el, de azok, akik nem az alapvető szektorokban végzik a munkájukat, azokat vagy elbocsátották, vagy csökkentett munkaidőben dolgoznak. Nekünk a munkahelyen szájmaszkot, hajhálót és ugye odavaló munkaruhát kell viselni. Ezt még a koronavírus által felturbozta egy kis kesztyű, meg még egy adag szájmaszk. Azaz, nem elég a normális szájmaszkot viselnünk, kell egy olyan szájmaszkot, mely az orrtól teljesen az álladig leér, szóval a belégzést és a kilégzést is védje. Akkor másfél méter távolságot akár a boltokban, akár a munkahelyen mindenhol meg kell tartani. A bevásárlás itt úgy történik, hogy egy családból csak egy ember vásárolhat be, több nem. Az utcára csak a munkaidőd alatt térhetsz ki, vagy ha gyógyszertárba, vagy élelmiszerboltba mehetsz. És a másik legfontosabb, csak azokba az élelmiszerboltokba mehetsz, amelyek a lakcímethez legközelebb van. Bírságot szabhatnak ki, ha egy autóban kettőnél több személy ül, és ők nem családtagok, valamint fontos, hogy a munkába járáskor is legyen az embernél munkaigazolás. Nagy Jensen Cynthia férjével és egy éves kisfiúkkal Svájcban él. Kiemelte, az ottani boltokban csak az alapvető élelmiszerekhez lehet hozzájutni, a többi részleg le van zárva. Orvoshoz a hazai eljáráshoz hasonlóan előzetes telefonos időpont egyeztetés után lehet csak elmenni, az iskolák bezártak, viszont például futni, sportolni még kijárhatnak a helyiek. A fiatal édesanyja arról is mesélt, hogy családja életét közvetlenül hogyan befolyásolja ez a helyzet. Mint anya, én eddig is itthon voltam az egyéves kisfiunkkal a karantén előtt, tehát az én hétköznapjaim sokban nem változtak meg, viszont a férjemnek már annál inkább, hiszen ő fogorvosként dolgozik, és be kellett zárnia a rendelőjét, csak sürgősségi esetekhez megy be dolgozni, vagy mehet be dolgozni. Az ürömben az öröm az, hogy így több időnk jut egymásra, több idő jut például a sportra, és itt, ahol lakunk, itt a környezet kárpótol minket. Amire mi nagyon odafigyelünk, az a rendszeres kézmosás, kézfertőtlenítés. Hogyha elmegyünk itthonról, akkor mindig van nálunk kézfertőtlenítő, és ahogy hazaérünk, az első dolgunk az a kézmosás. Ami negatívum, és egy kicsit szomorú is, hogy a szeretteinket, a családtagjainkat, barátainkat nem tudjuk meglátogatni, amit azelőtt, tehát a karantén előtt elég sűrűn tettünk, és az, hogy ennyire kilátástalan a helyzet, tehát hogy nem tudjuk, hogy ennek egyáltalán mikor lesz vége. Hozzátette, szerencsésnek érzik magukat, mivel egy kisbaba mellett jóval könnyebb elviselni a bezártságot. Nincsenek unalmas pillanatok, és kisfiúk minden nap mosolyt csel az arcukra. Ez, ha lehet, ebben a bizonytalan időszakban most még jobban felértékelődik.